Dunaszerdahelyen 12 éve ünneplik a Magyar Kultúra Napját. A Pázmeneum Polgári Társulás által szervezett gálaműsoron hagyományosan helybéli óvodások, iskolások, diákok, művészek és közéleti személyiségek köszöntik a himnusz születésnapját, egyúttal pedig a magyar kultúra ápolásával megmutatják a nemzet erejét. Magyarságunk, kultúránk megtartása ma nem részletkérdés, hanem létkérdés. A magyarság megőrzése különösen fontos egy olyan Európában, amelybe idegen népeket akarnak betelepíteni, akik elutasítják a kereszténységet és azt az értékrendet, amely európaiságunk megkérdőjelezhetetlen része. Ezekben a megpróbáltatásokkal teli időkben különösen fontos, hogy megőrizzük keresztény kultúránkat, nemzeti identitásunkat, hangsúlyozta Magyarország ünnepi követe, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Kultúránkat, amely ott van bennünk is, úgy tudjuk a legkönnyebben megőrizni, ha a mindennapjaink részévé tesszük. Szülőként magyar iskolába iratjuk gyermekeinket, magyar dalt, magyar verset és magyar mondókát tanítunk unokáinknak, magyarul imádkozunk és ápoljuk hagyományainkat, amelyet felmenőink évszázadokon át alakítottak és őriztek meg nekünk. A magyar kulturális élet erős marad, ha magyarságunkat büszkén tudjuk vállalni, akkor a magyar közösség más területeken is nagy eredményeket tud elérni a világon. Legyünk hát büszke magyarok! Tóth László, József Attila díjas költő szerint nincs annál fontosabb, mint hogy az ember hű maradjon szüleihez és az anyanyelvéhez. Úgy gondolja, beszélhet bármennyi nyelvet, mindig az anyanyelv lesz számára a legértékesebb. Nem is tudnám azokat az érzelmeket, azokat az érzéseket más nyelven, más kulturális örökséggel kifejezni, amelyeket így hiába tanulhatnék meg 3-4 nyelvet is, élhetnék akár külföldön is. A gyökereket azt nem tudnám elszakítani. Csekélyebb értékű ember lennék, hogyha idegen nyelvre kényszerülnék. A Magyar Kultúra Napján Dunaszerdahelyen lépett színpadra a Győri Nemzeti Színház színésze Molnár Ágnes. Különleges élményt jelentett számára a határon túli magyarokkal való közös ünneplés, ami azt bizonyítja, hogy a magyar kultúra határokon átívelő. A nemzeti imánkra ugyanis együtt dobban a szív, éljenek a magyarok bárhol a világban. A himnuszunk az, amit ugye ma is ünnepelünk, és ami azt gondolom, hogy a magyarságnak, a magyar embereknek a legfontosabb lenyomata és pecsétje ez. A hazafiasságunk, a nemzetiségi tudatunk, az öntudatunk, ez nagyon-nagyon fontos. Én arra biztatom határon innen és túl a magyarokat, az embereket, hogy járjanak színházba, a kultúra legyen szerves részünk, és szeressük a zenét, énekeljünk sokat, mert ez azt gondolom, hogy a szívünket is ugyanúgy feltölti energiával, szeretettel. Ezután is jó légymorsa. Kedved, ne kapja tyúkusra! Élj a tyúkkal, barátságban! Anyám, egyetlen hozzá! Mi itt a Csallóközbeni Dunaszerdahelyen is büszkék vagyunk magyarságunkra, büszkék vagyunk azokra az értékekre, amelyeket ősapáink hagytak ránk. Ezen a napon az óvodásoktól kezdve, az iskolásokon át, a művészekig valóban mindenkit megszólítunk, hogy megmutassuk magunkat, megmutassuk a mi erőnket, egymásra vagyunk utalva, mi nem többek akarunk lenni, nem jobbak akarunk másoknál, hanem mi szeretnénk a szülőföldünkön magyarnak és embernek megmaradni. Az ünnepi gálaműsorral a szervező társulás immár több mint egy évtizede azt hangsúlyozza, hogy a felvidéki magyar közösség csak akkor lesz erős, ha mer ragaszkodni a nyelvéhez, kultúrájához és hagyományaihoz. Ez az itt élő magyarok feladata és kötelessége. Azt is kiemelték, mindehhez elengedhetetlen, hogy a következő generáció is az elődöktől kapott nyelvet használja és a kultúráját ápolja.